Április 22-e a Föld napja. Ebből az alkalomból különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Kalocsán a Szent István gimnázium diákjai és a gerilla kertészek egy közös takarítási akcióval készültek erre a napra a város központjában. Úgy alakítottuk a forgó színpadszerű programot, hogy mindig egy-egy osztály, illetve néhány önkéntes, aki ezen felül még nem osztálykeretben, de vállalta ezt a munkát, 8-tól 2 óráig önként dalolva szívesen tesz érte. Most éppen a 9. C-osztályosokkal dolgozunk itt kint, de 9:30-tól jön a következő osztály, aztán 2 óráig még több más csoport is itt lesz. Nem véletlen, hogy éppen az ifjúsági ház rendbetételére esett a szervezők választása, hiszen ezzel a munkával egyszerre több célkitűzést is meg tudnak valósítani. A rövid távú érdekünk és célunk a jövő szombati Szent István gimnázium ballagás helyszíne, ez az udvar, és szeretnénk itt a szülők, közönség és a ballagóink szép és esztétikussá tenni a környezetet. Másrészt ugye hát a városnak ez a kis kellemetlen színfoltja, örülnénk, hogyha minél előbb eltűnne, és sportolunk is naponta, látjuk ezt a szeméttömböt, úgyhogy örülünk, hogy a városért is tehetünk valamit. Az itt összegyűjtött törmeléknek pedig már megvan a helye, ugyanis Bolvári Ferdinánd képviselőtől megtudtuk, szelektíven gyűjtik az építési hulladékot az aktivisták, és támogatók segítségével újra fogják hasznosítani azt.